Mai adásunkban egy újabb Ferencvárosi olimpikon szólaltatunk meg, ezúttal egy atléta gerelyhajító hölgyet, Juhász Vandát. Vanda sokáig a kajakkenu bűvületében élt, de 5 évvel ezelőtt az addig sorban másodikként várakozó gerelyhajításra kezdett koncentrálni. A kitartó munka hatására az elmúlt években már jöttek a kimagasló eredmények, néhány hete pedig 59,2 méterrel sikerült az olimpiai B-szintet megdobnia, ezzel beteljesítve édesapja álmát és megváltani a jegyét Londonba. Aminek az apropójából most konkrétan itt vagyunk, hogy egy nagyon meghatározó esemény van a hátad mögött, ami Székesfehérváron történt. Mesélj erről a pillanatról, légy szíves, amikor is úgymond kidobtad magad az olimpiára. Nagyon boldog voltam, amikor sikerült teljesíteni az olimpiai B-szintet. Nagyon reméltem, hogy majd a verseny jól fog sikerülni. Volt egy térdműtéten, ami után nagyon nehéz volt a felállás, nagyon keményen kellett edzenem ahhoz, hogy idáig el tudjak jutni, de nagyon sokan mellettem álltak, és nagyon örülök, hogy ez sikerült. És akkor most egy picit tekintsünk vissza a múltba. Egyáltalán mikor kezdted el ezt a sportágat? Hogyan ismerkedtél meg vele? Nem olyan régen, 5 éve kezdtem el a gerelyhajítást, előtte 9 évig kajakoztam. Nem sikerültek az utolsó éveim a kajakban, nem voltam olyan sikeres már, és ezért váltottam. Már általános iskolában csináltam mind a kettőt, az atlétikát, illetve a kajakot is. A gerelyhajítás, hogy honnan jött, édesanyám rövidtávfutó volt, apukám pedig gerelyhajító volt, és innen örököltem a hajító készségemet, úgyhogy így döntöttem a gerelyhajítás mellett. És mikor jött el az a pillanat az életedben, amikor úgy döntöttél, hogy komolyabban szeretnél ezzel foglalkozni? Már amikor elkezdtem a gerelyhajítást, már az első napon én azt gondoltam, hogy akkor van ennek értelme, hogyha az ember komolyan gondolja. És úgy gondolom, hogy most már, így ennek távlatában már látom, hogy megérte váltani, és megérte annyi erőfeszítést tenni, hogy most részt vehessek az olimpiai játékokon. Mit gondolsz, ez mennyire tekinthető női sportnak, illetve hány éves korban érdemes elkezdeni? Hát ha magamból kiindulok, akkor igazából azt gondolom, hogy 20 év alatt az ember bármit el tud kezdeni, hogyha nagyon akarja és nagyon szeretné, hogy az eredmények jöjjenek. Hogy női sportága, szerintem meg tudtam tartani a emellett, hogy sokan mondják, hogy nem olyan nőies, meg tudtam tartani a nőiességemet, úgyhogy szerintem abszolút benne van a pakliban, hogy ezt a nők is választják, ezt a sportágat. És most hol tartasz a felkészülésben, és egyáltalán hogyan képzeljük el az edzéseidet, miből állnak az edzések? Most hétvégén lesz a magyar bajnokságom, ahol szeretném teljesíteni az olimpiai A-szintet, ami 61 métert jelent. Ezután másfél hétre lesz az Európa-bajnokság, amin szeretnék jól szerepelni. Ez azt jelenti, hogy szeretném megismételni ugyanazt az eredményt, amit itthon is tudok, ezt a 60 méteres eredményt. Hogyha ezt kint meg tudom csinálni, annak én már nagyon fogok örülni, és az, hogy ez az eredmény mire lesz ott elég, azt majd ott meglátjuk. Illetve az Európa-bajnokság után még egy hónap lesz a felkészülésre, ahol Tatán fogok felkészülni az edzőtáborban, és mindent megteszek azért, hogy még fejlődjek, ugyanis van hová. Az olimpiáig miben változnak az edzéseid? Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint egy magyar bajnokságra, én ugyanúgy fogok felkészülni az olimpiára is. Nagyon fel kell készülni igazából fejben, hogy tudjam azt teljesíteni, amit itthon is. Ugyanis ott nyilván sokkal jobbak lesznek nálam, de hogyha én elhiszem azt, hogy én is meg tudom csinálni azokat az eredményeket, amik ők, akkor azt hiszem, hogy ebben nem lesz hiba. Ugyanaz az edzésmunkát kell elvégezni, amit előtte is, és amit a magyar bajnokság előtt, illetve amit az olimpia előtt. És hogyan látod majd az esélyeidet? Esélylatolgatásokat azt nem nagyon szeretem. Én mindig azt mondom, hogy azt, amit itthon tudok, azt kint is tudjam nemzetközi mezőnybe teljesíteni, és azt gondolom, hogy azzal az edzőm és én, illetve mindenki, aki szurkol nekem, elégedett lesz. Egy picit azért légy szíves, mutasd is be az edződet, illetve hogyan érzed magad itt a Fradiban? Az edzőm Széles Lajos, én csak tanár úrnak hívom. Nagyon jó a kapcsolatunk, nagyon együtt tudunk működni.
jó edzőnek tartom, és nagyon boldog vagyok, és nagyon sokat köszönhetek neki, hogy idáig eljuttatott engem. Ferencvárostól pedig nagyon sokat köszönhetek, nagyon sok támogatást kapok, folyamatosan, még akkor is, amikor nem voltam ilyen jó, akkor is megadták nekem azokat a támogatásokat, miképpen idáig el tudok jutni. Vanda az edzései sokszor együtt végzi párjával, Papp Bence gerelyhajítóval. Elárulod nekünk, hogy mit csinálsz szabad idődben, mivel foglalatoskodsz? Szabad időm az mostanában nem sok volt, ugyanis a Károli Gáspár Református Egyetemre járok, joghallgató vagyok, és pont tegnap volt az utolsó vizsgám, és ezennel most már azt mondom, hogy ötödéves leszek, tehát megkezdhetem az utolsó évemet. Elég nehéz a kettőt összeegyeztetni, de azt gondolom, hogy ha valamit nagyon igazán akar az ember, akkor azt meg tudja oldani. És azért marad időm a barátokra is. És hogyan viszonyulnak, hogyha már említetted, a barátok, tanárok, család, hogyan viszonyulnak ehhez, hogy most egy ilyen óriási lehetőség előtt állsz? Nagyon jó közösségben vagyok, én azt mondhatom, és a baráti köröm, aki azt mondhatom, hogy nagyon nagy, mindig jönnek le, most is Magyar Bajnokságra, Szekszárra le fogjak jönni szurkolni, jönnek kocsikkal, és bíztatnak, és szívvel, lélekkel ott állnak mellettem. Illetőleg a családom, aki a legnagyobb támogatást adja nekem, édesanyám, aki 0 éves koromtól mindig ott állt mellettem, a nővérem is, aki mindig ott állt a bajban mellettem, és a leglelkesebb szurkolom pedig a nagymamám, aki hihetetlenül drukkol és szívvel, lélekkel oda teszi magát, és ő is jön a versenyekre. Sajnos apukám már nem lehet köztünk, de biztos vagyok benne, hogy föntről figyeli az eseményeket, és bízom abban, hogy most büszke rám az elért eredményeim miatt is, és innen üzenem neki, hogy amit megígértem neki, az sikerült megvalósítani.